Egy hónapos kihagyást követően 2024 első megmérettetése a Magyar Kupában vár ránk. Vezetőedzőnk bízik benne, hogy a szünet után is megfelelő hőfokon tudnak majd a fiúk teljesíteni. We don't play, we don't training together for a long time. But for another hosszú idő telt el, mióta nem edzettünk és játszottunk, de a mentális egészség szempontjából fontos volt a játékosoknak a szünet. Négy nagyon sűrű hónapunk volt előtte, ezért mindenképpen jótékony hatású volt a pihenő. A kihagyás miatt a hónap első mérkőzésén nem számítok a legjobb tudásunkra. Azonban a Magyar Kupa nagyon fontos számunkra. A célunk megnyerni a sorozatot. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, szóval nem mehetünk leengedve oda azzal a tudattal, hogy biztosan nyerni fogunk. Mert ha a rossz napot fogsz ki, akár veszíthetsz is, az pedig a kiesést jelenteni. Jól fel kell készülnünk a párharcra, van néhány felvételem is az ellenfelünkről, amit tanulmányozhattam. A legfontosabb, hogy vissza tudjuk nyerni a kiváló formánkat, keményen dolgozzunk minden téren, és készen álljunk a feladatra. Nem volt sok időnk edzeni, de úgy hiszem, hogy jó mérkőzést tudunk játszani, és győzelemmel hagyjuk el a pályát. But I believe we can perform a good match, and of course our goal is to win the match. Saját nevelésű fiatal játékosunk Körmendi Gábor lendületes játékkal szeretné a továbbjutást kivívni a Dunakeszi ellen. Az év első mérkőzése mindig nagyon nehéz, de a győzelem nagyon fontos, ugyanis a kupa továbbjutás sorsa egy meccsen dől el a héten. Kemény edzésekkel készülünk a Dunakeszi ellen. Az első perccel fogva szeretnénk keményen játszani, uralni szeretnénk a mérkőzést, és mindenképpen tovább szeretnénk jutni a kupában és megvédeni a címünket. A VS Dunakeszi otthonában január 8-án hétfőn 20 órakor lépünk pályára. Hajrá, Hali!